Keresztes Szent János a spanyolországi Fontivérosban született 1542. június 24-én. János alig 2 évesen elvesztette édesapját, anyja nevelte fel 2 testvérével nagy nyomorúságban. A jezsuitákhoz ment tanulni, tanulmányai fizetéséhez azonban szolgálatokat kellett vállaljon. A fizikai munkához nem volt kézügyessége. Adottságai inkább a könyvek felé vonzották, szíve pedig az egyház felé. Belépett a karmelitákhoz, majd pappá szentelték. Rendi neve a keresztről nevezett János volt. Avilai Szent Terézzel való találkozása nagy hatást tett rá. Egyre alapította a sarutlan karmeliták kolostorait. A renden belüli jogviták túlzott aszketizmusa odáig fajult, hogy János testvérei hosszú időre cellába zárták. A magányosítlét nem keserűvé, hanem szabaddá kovácsolta. Mint egy önarcképét megírta börtönében elemzését, amelynek alaptémája a szeretet küzdelmei a lélek sötét éjszakájában. Megjelenik benne a Szent Háromság, a misztikus test és a megtestesülés szépsége. János egész irodalmi termése önéletrajz természetű, és telve van fennkölt érzésekkel és optimizmussal. Minden szenvedélye, hogy eljusson az egyetlen lényegeshez, mindenáron az Istennel való egyesülésre és a hozzávezető átalakulásban élni. Életútjának irodalmi gyümölcsei az út a Kármel hegyére, a lélek sötét éjszakája, a lelki páros ének és a szeretet eleven lángja. Élete végén halálos ágyán 1591. december 16-án János fölújjongott, hogy az égbe mehet és ott énekelheti tovább a zsolozsmát. 11. Pius pápa 1926-ban egyháztanítóvá nyilvánította. 1726-ban avatták szentté, ünnepét 1969-ben áthelyezték december 14-ére. Keresztes Szent Jánosnak 5 jellemvonását szeretném kiemelni. Az első, amiről szeretnék beszélni, az a maga a szabadság. Nem értjük, hogyan kell igazán örülni és szomorkodni, mert nem fogjuk föl a jó és a rossz közötti különbséget. Próbálunk az életünkben biztos alapokat teremteni, próbáljuk mindenféle tárgyal körülvenni magunkat, ami csak a miénk. Különböző telefonos applikációknak a rabságában élünk, és gyakran már a mobiltelefonunkat sem merjük lerakni. Ezek mind az időnket rabolják. Próbáljunk meg korlátozni ezeknek az alkalmazásoknak a használatát, az idő használatát, a rájuk szánt időt. Aztán itt van Jánosnak a gondolkodása. Egyetlen emberi gondolat értékesebb, mint az egész világ, ezért a gondolatnak egy méltó tárgya van, Isten. Mindenféle kritika nélkül beengedjük az olyan tartalmakat életünkbe, amik Isten helyét foglalják el az életünkben. Gyakran fáradtan hazaérünk, lehuppanunk a fotelba és bekapcsoljuk a tévét, és üres fejjel bambuljuk azt. Kritikátlanul, korlátlanul fogyasztjuk ezeket a tartalmakat. Milyen maradandó és nagyszerű élmény az, amikor saját magunk jövünk rá bizonyos dolgokra? János aszketizmusa. János nem rózsalugasban, hanem sötét és tövises úton át akart a tökéletességre jutni. Cellája kicsiny, párnája kő, takarója széna volt. Azt gondolom, hogy rendkívül kényelmesen élünk. Irtózunk mindentől, ami kényelmetlen, vagy pedig erőfeszítést igényel. Advent is egy bűnbánati időszak. Ebben az időszakban próbáljuk meg elhagyni azokat a dolgokat, amik időnket rabolják. Keljünk fel egy hajnali szentmisére, győzzük le saját magunkat. Ha fáj a fejünk, akkor ne kapjunk egyből a pirula után. Ha pedig a közelben lévő helyre akarunk eljutni, akkor menjünk gyalog, vagy pedig kerékpárral. János szemlélődése. Jánost az Isten iránti szerelem hevítette, és a lelkek megszentelésével törődött. Belső szabadsága lehetővé tette, hogy állandó szemlélődésben éljen. Annyira hozzá vagyunk szokva, hogy lehorgasztjuk a fejünket, főleg ebben az időszakban a tél búskomorrá tesz minket. Próbáljunk meg, hogy nem szomorú képpel, komoran, komolyan ülünk be a szentmisére, nem vonzó látvány a búskeresztény. Érkezzünk akár 10 perccel előbb is a szentmisére. Üljünk be a padba,
engedjük, hogy Isten átöleljen minket, és szemlélődjünk. Ne gondolkodjunk, csak egyszerűen szemlélődjünk Isten házában. A kereszt szeretete. János az Isten gyermekek tökéletes szabadságának a szentje. A keresztjét úgy ölelte magához, ahogy egy muzsikus a hárfáját. A kérdés az, hogy megszabadulunk-e álmaink, örömeink, vágyaink és reményeink alacsonyságától azért, hogy örökre és szeretetből odaadjunk mindent. Az emberek nem szeretnek szenvedni. Szeretnék az életükből kizárni a szenvedést, vagy legalábbis csökkenteni azt. Vajon tudunk-e mi lemondani? Akár a saját időnkről, a saját akaratunkról, a saját dolgainkról, hogy másokra időt szánjunk. Tudunk-e meghalni mások javára? Az imaórák liturgiájának záró könyörgése. Istenünk, te keresztes Szent János áldozópapot és egyháztanítót a tökéletes önmegtagadás és a kereszt nagy szeretetére nevelted. Engedd, hogy kitartóan kövessük példáját, és eljussunk dicsőséged boldog szemlélésére az örökké valóságban. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek kelettségben, Isten mindörökkön örökké. Amen.